Aula. Szakma, közélet. Jobbágy Bernadett koreográfus ül itt a Fuga Rádióban, és így az előkészítő tapogatózó kérdések alapján azonnal kiderült, hogy egy szakember, aki tájépítészmérnöknek készült, és ez úgy derült ki számunkra, hogy mondtad, hogy nézted a Fuga Rádió honlapját, látod, hogy Ongiert Richard a munkatársaink között van, valóban egy héten egyszer az ő irányításával itt városépítészetről van szó, és urbanisztikáról, de a tájépítészet az egy másik környék, úgyhogy welcome on the board, és hogy lesz valakiből, aki tájépítésznek készül, koreográfus, hát azért ez is egy érdekes fejlemény. Jó, tehát tájépítésznek készültél? Igen, le is diplomáztam tájépítészként, és az egyetem alatt kezdtem én el tánccal foglalkozni igazából. Egészen addig inkább festészet, meg ilyen grafikai, meg kézügyesség? Ilyesmik, igen. És aztán lábügyesség. Igazából bocsánat. Akkor egész testre kiment ez a tapintás, tehát nekem a rajz is valahol egyfajta tapintás volt, és mire az egyetemet elvégeztem, addigra úgy éreztem, hogy ez a nonverbális, ez a tánccal való találkozás, ez valahol nekem annyira fontos lett, hogy cserélte. Fontosabb lett, igen. És hát igazából egy hónapot dolgoztam a szakmámba tájépítészként, így hivatalosan, mert ugye a tánc az átvette a helyet, és aztán utána csak később jött hozzá az az irány, amivel meg most foglalkozom. Mindjárt fogunk erről részletesen beszélni, de azért az, illetve már ehhez kötődik igazából, tehát, hogy olyan emberekkel dolgozol, és dolgozol, ugye ezt így mondják a ti szakmátokban, igen, is, bármennyire művészet, mégis ezt a kifejezést használják a táncosok, akik sérültek, vagy szellemi, vagy fizikai, különböző fokozatú sérülésük van, és a tánc az ő számukra terápia. Nem csak önkifejezés, hanem gyógyulás is. Uh-huh. De az első pillanatok fogva, hogy azt mondtad, hogy tájépítészet, az lebegett a szemem előtt, hogy akkor te lehet, hogy szeretsz olyan koreográfiát csinálni, ami a földön, a füvön, a levegőben, tehát, hogy nem egy zárt térben, hanem a tájban történik. De nem tudom, hogy így van-e, kérdezem. Hát volt olyan projektünk, igen, ami Mosolykommandó néven futott, az mondjuk az Artman Egyesülettől független, majd erre előbb-utóbb rátérünk. Azt egy van csoportosulással csináltuk, így barátok igazából, és az open air volt. Tehát városi terekben, buszon gyűjtöttünk mosolyokat, fotókat, és aztán a végén ez körülbelül egy hónapos periódus volt, és utána a Urbitális Majálison talán annak keretében volt szabadtérben, füvön egy ilyen táncperformance. Lehet, hogy azok az emberek, akikről most akkor a Trafo program kapcsán fogunk beszélni, akik sérültek, kezük, lábuk, gerincük, vagy a önkifejezés más lehetőségei, nekik is jó lenne valahogy a szabad térben, vagy ez egy túlmerész felvetés részemről? Tehát mi az, ami téged vonz ebben a világban, ahol nem az az adottság, ami a táncosokban bámulatra méltó, hogy a testüket uralják, és mindent ki tudnak fele fejezni, hanem pont fordítva olyan emberekkel dolgozol, akik nem tudják a testüket uralni, hanem ez egy külön feladat számukra. Mi ebben a... Hú, hát akkor... feladat, én szépsége. Ott kezdeném, hogy ugye elindult ez az egész a tapintástól, egy ilyen taktilis érzékeléstől, ami nagyon fontos kommunikációs eszköz, meg tartalom számomra. Függetlenül attól, hogy most az ember sérültekkel vagy épekkel dolgozik, igazából a kontakt, tánc, meg egyáltalán a tánc is ezért volt valószínűleg vonzó számomra. És aztán megjelent bennem egy olyan igény, hogy szeretném ezt megosztani. Tehát, hogy azt a fajta élményt, vagy azt a fajta, hát végül is terápiát, amit a tánc nekem hozott, azt az átalakulás, vagy azokat a folyamatokat, amit így el tud indítani, azt másoknak is megmutatni, hogy ez nem egy ilyen, tehát hogy a tánc az tud egyszerűen nagyon hétköznapian emberi és közeli lenni bárki számára. És nagyon sokszor gondolkodom ezen, hogy az a fontosabb nekem, ami aztán színpadra kerül, vagy az a fontosabb, ami a folyamat maga, tehát amiben úgy igazából 3D húsfér ember benne van valaki, és aztán
innen jött az, hogy az Artman Egyesületnek a képzését elkezdtem csinálni, ahol csoportvezetőket képeztek. Tehát olyanokat, akik aztán mozgáscsoportot fognak vezetni. Az egy más kérdés, hogy speciális csoportokra fókuszáltan, és én igazából ennek a képzésnek a kapcsán kerültem aztán el egy értelmi sérült csoportba, akikkel most is dolgozom. A hétfői esten, a trafó esten a programod, tehát több fejezet van, nyilván a sérüléstől függően, mert itt össze is kell hangolni a képességeket, a lehetőségeket, a munkafolyamatot, és amit a közönségnek meg lehet mutatni. És a te neved ott szerepel a köztes tér fejezetnél. A darab az agy és a szív, a fej és a test, az okosság és az érzelmek viszonyát, illetve ennek manifestációs lehetőségét járja körül az Énó, értelmi fogyatékosok Árpádházi Szent Margit napközi otthona mozgáscsoportja és az Artman Egyesület táncosainak közreműködésével, és itt te vagy a rendező, nem is hát ez esetben a koreográfia igen, nyilván azért nem koreográfus, igen, ez, mert tehát nem úgy dolgozunk, hogy én kitalálom a mozdulatsort, megtanuljuk, és akkor kész a koreográfia, hanem abból építkezünk, amit tehát folyamatokkal dolgozunk, és abból építkezünk, amit a résztvevők behoznak ebbe a folyamatba. Tehát ezért mondtam inkább azt, hogy akkor hívjuk rendezőnek. Amikor viszont itt van, hogy táncosok, alkotók, előadók, táncos alkotók, előadók, akkor ebből a névsorból ugye az ember nem tudja, hogy ki az, aki a képzett táncos, és ki az, aki a segített, minek nevezzük? Hát előadó. Előadó. Igen, nevezzük ugye előadó. Nevezzük tehát előadó. A segített előadó. Mert itt egy névsor van, nagyon szépen egyenrangú, igen. Úgy nézem, hogy tehát talán nem annyira betűrendben, de betűrendben. Betűrendben, ez teljesen mondjuk tudatom. Kálmán Ferenc áll elő, nyilván ő azért, hát, mert ő a csoportban olyan szerepet visz, ezt ugye... Igazából ő a mi közös ismerősünk. Közös ismerősünk is, igen. Kálmán Feri és a Bóna Gyöngyi, akik táncos szakemberként vesznek részt a munkában. Jó, tehát, hogy... hogy akkor a munka az hogyan folyik? A munka az igazából... Tehát valami koreográfiának kell lenni, hogy a táncosok igen. is, képzett táncosok is vannak. Tehát azért igen. valami lépéskombináció, vagy pont A-tól B-ig, B-től C-ig mozgásvonal kell legyen. Szerkezet van igazából. Tehát egy olyan fajta struktúra, amit aztán improvizációval töltünk fel, viszont ennek meg évekre visszamenő előzményei vannak. Tehát... ezekben a csoportokban, azért van, most visszatérnék egy picit, hogy miért van több csoport, igazából nem feltétlenül azért, mert ilyen sérülés, olyan sérülés, amolyan sérülés, hanem így alakult ki. Tehát a táncánia az egy teljesen vegyes, ők már gyakorlatilag együttes régóta. Ott aztán megjelenik a látássérüléstől a mozgássérülésen át értelmi akadályozott, vagy aki nem, vagy egyáltalán nem tud beszélni, vagy nagyon nehezen. Tehát igazából nem ettől függ, hanem hát ilyen logisztikai kérdések is. Tehát én, akikkel dolgozok, ők egy napközi otthonban laknak, és ezt a csoportot, ezt még a Bóta Ildikó, a Kálmán Ferenccel, Kálmán Ferivel, ők kezdték el évekkel ezelőtt. Akkor én még nem is ismertem őket. Akkor is ismertem igen. őket. És az Artman Egyesületben kifejlődött az a fajta munkamódszer, amit végül is erre a csoportra is, vagy itt is alkalmaztak. És hát úgy dolgozunk, hogy van egy verbális nyitókör, utána van egy hangolódás, egy testi hangolódás, és igazából vezetett narrációs improvizációkkal dolgozunk. Tehát olyan fajta rendszerben, hogy nagyon nagy szabadsága van az adott illetőnek, hogy ő a saját korlátainak, aktuális érzelmi állapotának megfelelően hogyan tölti be azt a teret, amit igazából megajánlunk. Tehát itt a munka végül is tereknek a megnyitása, meg megajánlása, és azt figyelve, hogy ez aztán hogy tud megtelni. És erre, ebbe már gyakorlatuk van, tehát ebben már több évnyi gyakorlatuk van. Úgyhogy igazából ezt kihasználva tudtam én velük aztán dolgozni a koreográfián, tehát a darabon magán. És itt is igazából egy szerkezet van, vannak térbeli, meg időbeli kiindulási pontok, meg végpontok, meg jelek, hogy akkor ez most már arra jel, hogy
mi történik, és azzal a gyakorlattal, meg azzal az érzékenységgel, meg egymásra figyeléssel, amit évek óta gyakorolnak, azzal tudják feltölteni ezeket a időbeli tereket. Te szájtátva hallgatlak, mert lelki szemeim előtt megjelenik, hogy hogy kell ezt csinálni, és hogy tehát a hétköznapi adottságokkal bíró táncosokkal nagyon keményen szoktak bánni a trénerek. Azt is ismerem. Ezt nyilván tudod. De segítségre szoruló embereknél nincs helye a keménykedésnek, hanem mindenkit más-más módszerrel kell meggyőzni. Fegyelemre szükség igen. van. De ezt nyilván mindenki tudja, hogy akkor vehet részt ebben, ha... Én nem tudom, hogy tudja. Ki dönti el, hogy tudatában venne annak, hogy mit vállal? Nagyon fontos kérdés, amit most felvetettél. Itt az otthonban, akikkel mi tánccal dolgoztunk valaha is, az egy olyan, szerintem közel 20 ember. A darabban meg végül összesen 6-an, mert az egyikük betegség miatt a névsorból, akik szerepelnek, ott kiesett. De hogy ez hogy dől el? Egyrészt azért mi is tehát volt egy ilyen előszűrés már egyeztetve az otthon dolgozóival, hogy kit javasolnak, kit nem. Ők látják, hogy ki javasolható. Igen, sok szempontból, tehát hogy ez azért tehát akkor megvan. Már itt is kell egy nagyon jó társaság legyen az otthonban dolgozók közül, persze, akik megértik ennek persze, a jelentőséget. Persze. Mert erről nem is beszéltünk még, de nem is biztos, hogy most kell, csak megjegyzem, hogy feltételezem, hogy Magyarországon működő ilyen ellátó otthonoknak reméljük, hogy a többségében szívesen látnak benneteket, de nem tudom, hogy ez megállja a helyét, ez az állítás. Tisztában vannak-e az ilyen otthonokban a zenének és a mozgásnak a jelentőségével a betegek állapotára? Hát annyira még nem látok általánosságban bele a helyzetbe. Azt tudom, hogy ott az Énóban igazából nagyon támogatóak, tehát uh-huh. nagyon jó velük a kapcsolat, meg jó is velük dolgozni. Jó, tehát akkor velük van kapcsolat, és ők tudják, hogy nektek, ha nem is évente, de bizonyos időközönként van ilyen lehetőségetek. Igazából hogy... ez egy új vonal, tehát hogy ez nem túl rég jött a gyakorlatba ez a fellépés pont általam, tehát igazából én csináltam először. De fellépés nélkül is van ilyen tréning? Csoport, igen. Tehát, hogy az más, és igazából ezért egy ilyen furcsa egyensúly az a terápia vagy előadás. Erre is ki akartam térni, csak most elfelejtettem már az eredeti kérdést. Az eredeti kérdés az volt, hogy tehát akkor nektek ahhoz, hogy a otthonban lakó 20 lehetséges ja, szereplő közül 6 valóban színpadra lépjen, ahhoz kell egy olyan az otthonban dolgozóknak az a támogató egyetértése, hogy ők tudják, hogy ti ezt szeretnétek, és igen. ebben segítsenek benneteket, hogy tudjátok, hogy kikkel kell elkezdeni erről. Igen, illetve tehát ez az egyik, hogy ők is javasoltak, meg mi is ismerjük őket ugye évekre visszamenőleg, és körülbelül olyan 16 ember volt az első körbe, akivel először beültünk ugyanabba a térbe, ahol a táncfoglalkozás van. Elmondtuk nekik, hogy lesz egy előadás, ami még igazából mondom, ők néhányan már voltak egyetlen egyszer színpadon, ezelőtt a darab előtt, de nincs gyakorlatuk. Ezzel a darabbal már a Betlentéri Színházban is egyszer nem túl rég felléptünk. Tehát ez az egész folyamat még azelőtt volt, még tavaly nyáron. És akkor megkérdeztük, hogy előadóként, tehát emberek előtt ki az, aki el tudja képzelni, hogy próba folyamat van, aztán elmegyünk a színházba, előadjuk, és volt, aki jelezte, hogy nem, volt, aki jelezte, hogy igen, én megjeleztem nekik, hogy biztos, hogy ennyi emberrel nem tudunk együtt dolgozni. Tehát, hogy biztos, hogy lesz egy döntés, vagy egy választás, amit közösen kell meghoznunk. És akkor ennek is volt egy ilyen folyamata. Tehát volt, aki nagyon szépen tudta jelezni, hogy neki ez nagyon ijesztő, van, akinek meg nagyon inspiráló. Tehát maradtak azok, akiknek inspiráló. És akkor, hát ugye más a helyzet, amikor ezt egy értelmileg sérült emberrel kell megértetni, és más, amikor fizikailag sérültekkel kell elfogadtatni. Uh-huh. Nem tudom, ebben az otthonban mindenféle segítségre szoruló... Ez az otthon alapvetően értelmi akadályozottak napközi otthona, tehát itt a fő... Ez a PC megnevezése értelmi akadályozottak, rendben.
Igen, viszont az egyik srác, aki benne is van a darabban, ő kerekes székes is. Hát akkor itt hogy kell végigvinni ezt a folyamatot? Hogy először azt mondjátok, hogy 20, aztán 16, aztán 6, hogy lehet megértetni ezt a hétköznapi művészemberrel is nehéz elfogadtatni, hogy mit lát a próbatáblán, ha ő nincs kiírva. Vagy ezek másképp működnek ebben az esetben? Hát most igazából egy példát mondanék, ami egy ilyen szép folyamat. Az egyik idősebb hölgy, aki még nem volt színpadon, a szeptemberi darab előtt azt mondta, hogy ő szívesen lenne benne, és akkor benne is volt, és fel is lépett. És hát ott volt az anyukája, és ettől annyira izgult, hogy teljesen le is volt blokkolva, meg hogy hú, mit szól az anyu. És aztán utána, tehát a folyamat sose ér ott véget, hogy fölléptünk és sziasztok, hanem utána is volt még egy találkozás, megbeszéljük, és aztán akkor ő mondta, hogy ez, hát mondta, tehát jelezte, igazából ez egy speciális kommunikáció, mert vele például így nem tudunk beszélni, mint ahogy mi most itt beszélgetünk, de jelezte, hogy az neki így sok volt. Uh-huh. Tehát, hogy most már ő nincs benne a második. De most egy kis zene jön, nem kértelek, hogy van hoztál esetleg olyan zenét, amit ti használni fogtok? Élő zenét használunk, nem hoztam el a csellóst. Akkor most meg mi keresünk valami lányt. Zenét itt a jó. Saját lehetőségeink között, amit éppen dob a gép, ahogy mondani jó. Szoktuk, és aztán utána beszélünk arról is, hogy milyen zenére, és milyen feladatok vannak még konkrétan akkor már, amikor ez volt az előkészítés. Jó. Sok rétű, sok felől próbáltuk közelíteni, hogy mi történik aztán majd február 3-án a Trafóban ott a színház térben. Kiment a ház az ablakon. Fugarádió.net. Február 3-án hétfőn, nem este 8-kor, hanem 6:30. Igen. Ez fontos a Trafó esetében, tehát este 6:30 a Trafóban az Artman Mozgásterápiás Művészeti Egyesület estje lesz, amit Paradogma névvel jelöltek meg, vagy címmel. Ez egy összefoglaló cím, hiszen több fejezetből fog állni az este, erről beszélgetünk tulajdonképpen Jobbik Bernadettel, pontosabban az előkészítettekről, hogy hogyan kell hozzáfogni, ha az ember tájépítészként diplomált, ahhoz, hogy koreográfus legyen, de most ez komoly, de ezt a részét mégiscsak félretéve, hogy hogyan kell előkészíteni egy olyan színházi előadást, amelyben segítségre szoruló résztvevők az alkotótársak a táncosok mellett. Értelmi fogyatékosok, mondom én, de nem így kell mondani, csak meg kéne már tanulni. Értelmi akadályozottak. Akadályozottak, tehát fizikai és értelmi akadályozottak egyaránt vannak a csoportokban, és több fejezet van, a közös tér. Köztes tér, csak annyira közös nevezőre akarok mindent hozni. Köztes tér az, amiről sikerült egy picit már beszélnünk. Azután lesz a lélekpercek, a tánciánia, álompart és képhang. A képhang az más, de... Tessék? Igen. Képhang? Képhang az a vak, illetve látássérült csoportnak lesz egy picit zártabb körű bemutatója. A zártabb körű ez esetben azt jelenti, hogy a közönség nem mindent fog látni, tehát nem, van egy hát rész, az... amit zártabb körnek, és utána megnyitjátok a színhászszermet. Igen, igen, mert az egy sokkal kisebb térbe igen. tud lenni. Az nagyon fontos, tehát, hogy 6:30 kezdődik, nyilván igen, azért, mert akik otthonban laknak, gondolom nem maradhatnak este 10-ig a városban, vagy nincs ilyen pontosan, szempont? Pontosan, tehát például az a csoport, akikkel én dolgozom, ők szerepelnek, pont utána jön egy szünet, és ők mennek is haza, tehát nekik ez is nagyon fárasztó és megterhelő, hogy egyáltalán ennyi időre kimozdulni, de alapvetően amiatt lett így tervezve a program, mert 9-ig szeretnénk, hogy vége legyen, és ugye bemutatkozik 3 előadói csoport, körülbelül fél órás, 25 perc, 30 perces blokkokkal, illetve közben konferálás, szünet, tehát hogy pihenniük is kell. Igen. És ők többféle intézményből jönnek, egyrészt a sérülésük természeténél fogva is, meg hát nyilván nem egy helyen. Igen, igazából hát az értelmi sérült csoportról, értelmi akadályozott csoportról már beszéltünk, ott a szakmai vagy egyetlen a partner a
az Énó, Árpádházi Szent Margit Énó értelmi sérültek napközi otthona, és az autista csoport, akiknek a Lélekpercek című darabja van, ami a szerelem témáját járja körül. Ők az Aura Egyesülettel vannak szakmai kapcsolatban, tehát ott az Artman, illetve az Aura Egyesület közösen dolgozik ezzel a csoporttal, vagy ott van egy ilyen együttműködés. És a táncálni együttes meg megint egy speciális terület, mert ők igazából egyénileg, tehát ők mind egyén, független egyén ráveszi a segítőjét, az anyukáját, a valakit, hogy neki ott kell lennie a próbán péntek délután. Hát ők a legnagyobb múlttal rendelkeznek, mert már 15 éve tart ez a folyamat, és nagyon ott nagy sikereket értek el. Igen, fantasztikus. Igen. A közönség hihetetlen módon respektálja ezt a munkát, ami itt zajlik. Nem maradt rá sok időnk, de szerintem nem is nagyon könnyű szavakkal elmondani, ezért mégis egy pár mondatot szenteljünk így a végén annak, hogy milyen látványra számíthat az, aki ott lesz a trafóban. Mert azt értem, hogy az emberek elfordulnak, amikor vagy tapintatosan nem néznek oda, mert a ne bámuld, mert baja van, sérült, hiányossága van, stb. Ez ugye a felnőtt felszólítása a gyereknek, és ez rögzül, de most meg pont az ellenkezője történik, és azt mondjátok, hogy itt vagyunk, nézzetek ránk. Ez egy kétirányú folyamat pontosan ebből adódóan. Tehát van az az irány, hogy ugye dolgozunk a sérültekkel különböző módokon, teret adva nekik, és azok a folyamatok, amikben benne vannak, az egy önfejlődés, tehát az mindenképpen egy út, tehát ez egy fejlesztő dolog. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy azáltal, hogy ki van téve, de egy ilyen biztonságos módon van kitéve, tehát klasszikus színházi felállás, színpadtér, nézőtér elválasztva, az megvilágítva, ez sötétben. Tehát, hogy megvan az a biztonság, hogy én nézőként csak nézem őket, és nézhetem. Tehát, hogy anélkül, hogy... És nem fordítom el a fejemet, igen, pedig ott van a tiltás, igen, hogy ne bámuld. Igen, viszont azáltal... Tehát hogy... munkát követeltek a nézőtől is ebben az értelemben, hogy tanulja meg nézni. Egyrészt, másrészt azt is gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a nézőtér sötétben van, tehát én nem látszom a színpadról sem, tehát igazából amikor a színpad van megvilágítva, a nézőtér pedig sötét, akkor egyáltalán nem látni személy szerint, hogy ott kik ülnek. És akkor, mert igazából azt látom, hogy ez a ne néz rá, vagy nem merek ránézni, ez az a félelem, hogy nem tudok vele mit kezdeni én, aki nem tudok ránézni, mert mi van, ha visszanéz, és mi van, hogyha kommunikálni akar velem. Szerintem ez az egésznek a nyitja, én valahol itt érzem. Ez itt viszont egy egész más helyzetbe kerül. Mennyire terápiás a szereplőknek az, hogy táncolnak? Nem az, hogy szerepelnek, mert ez egy külön történet valószínűleg, hogy mekkora feszültség ez, és például egy izmaival nehezen dolgozó embernek ez kóros, vagy káros, vagy nem káros, hanem hogy mi igaz abból a feltételezésből, hogy az ének és a tánc az segíti a segítségre szoruló sérült embereket? Hogy te ezt látod, hogy ez így van? Ezt látom, de igazából nem szorítanám ki az épeket ebből a körből. Nem, csak már most... tehát azt mondanám, hogy ez bárki számára... Tehát az, ahogy dolgozunk, vagy ami számomra a tánc, meg a zene, az egy olyan fajta nyitottság és elfogadás, ahova bele lehet rakni azt, aki éppen vagyok. Ez szép. És akkor lesz egy csellista, meg egy dobos, ugye? Ezt beléd énekel. Folytottam, ne. Ezt a mondatot. A csellista stimmel, a dobos az nem, nálam énekesnő van, egy opera énekesnő, és egy csellista. És vannak ők, az én darabomban. Uh-huh.
Hú, a többieknél is élő zene van, azt most nem tudom fejből. Hát aki ott lesz, meglátja, meghallja. Aki ott lesz, meglátja, meghallja. De ugye azt nem tudom, hogy fölösleges kérdése, hogy a zenészek a te esetedben például, hogy ők alkotótársak, tehát segítőtársak, vagy pedig művészek, tehát ők is valamilyen sérüléssel küzdenek, vagy pedig művészek. Ők a napi művészeti életből jönnek. Igen. A művészettel küzdenek, és a napi munkájuk egy része az, hogy ebben az előadásban igen. veled együtt részt vesznek. Hát kérem szépen, szerintem ezt én nekem úgy érzem, hogy jó, ha ajánlom. Február 3-a hétfő, 6:30 a Trafóban, 90 perc, egyes fejezetek között igen. kis szünet van, és Jobágy Bernadettet hallottuk most, aki az egyik programnak a rendezője, a Köztes téré, de ennél többet találnak a mi honlapunkon is, a Trafó honlapján is, és lássuk, Uram Isten, mire megyünk sokan. Köszönöm szépen, köszönöm hogy itt szépen. Voltál ezzel, ez a műsorelemünk most véget ért, de a Fuga Rádió műsora folytatódik.